változtass meg újra. Jó magyar film, amit 10 év múlva is elő lehet venni. Úgyhogy teljes szívvel ajánljuk a nézőknek. A film elején gyakorlatilag akkora taslét ad, hogy utána egy jó 10 percig ott még itt lihegsz. Nagyon profi munkának látom, remek színészekkel, izgalmas, komolyan vett témával, jó, nagyon jó operatőri munkával. Hát elég nehéz most szavakat találni. Szóval most nem, tényleg nem udvariasságban mondom. Hókon vágja az embert. De aki megnézik a fiatalok, lehet, hogy valaki azt fogja mondani, ha csak egy ember azt mondja, hogy soha többet leteszem, vagy nem akarom ezt csinálni, akkor az már egy nyert ügy valahol. Befejeztem mindent. Gyere, Nyusz, gyere meg kell. Zsolt, gyere! Vágyőző! E világon már senkém sincs, nincs már, aki bennem hisz. Ez olyan lett, amilyet én tényleg elképzeltem. Fantasztikus színészek, nagyon-nagyon izgalmas helyszínek. Szóval valahogy úgy minden összejött. Azt éreztem végig, hogy olyan szerencsés csillagzat alatt készül ez a mozi. A film befejezése után tudatosult bennem, hogy igazából az életem első mozifilm főszerepe. És képzeld el, hogy én nagyon sokszor álmodtam vele azóta. Hello, Doki! Zavarok? Az attól függ. Győző az egy, én azt gondolom, hogy meghatározó színész, aki nagyon sok mindent tett azért, hogy ide jusson. Örültem neki. Meglepődtem, amikor ezt megtudtam, hogy én is szerepet kapok ebbe az egészben. Pontosan könyvben írom, hogy Csernus egyik módszere ez a írjuk le a dolgokat, ez a terápia része volt. Azt éreztem, hogy talán még egy fokkal gyógyultabb vagyok, és itt van az ívnek a, most szerintem a vége, hogy ebből egy film is született. Nagyon régen beszélgettünk erről a dologról, de valahogy aztán ez úgy elült, és aztán Győző nem hagyta aludni ezt a dolgot, hogy ő nagyon szeretne ebből egy filmet. 4 évvel ezelőtt történt az eset, amikor Győző fölhívott telefonon, és azt mondta, hogy szeretne velem találkozni, mert szeretne valamit megbeszélni. És amikor találkoztunk, akkor az orrom alá tolta a regényt, a Toxikoma című önéletrajzi írását, és megkérdezte, hogy olvastam-e. És mondtam, hogy nem olvastam, de tudom, hogy miről szól, és megkérte arra, hogy elolvasnám ezt, és elmondanám a véleményemet arról, hogy mi lenne, hogyha forgatnánk belőle egy nagyjátékfilmet, mert ő arra gondolt, hogy szeretné ezt a filmvásznon viszont látni, és nagyon szeretné azt, hogyha én lennék a producere. Az én életemben biztos, hogy egy nagyon fontos film lesz, ugyanis én nem igazán forgattam. Mindenkit szeretettel köszöntök, egy nagy lépést teszünk a film érdekében előre, ezzel az olvasópróbával. Picit azt akartuk, hogy ez olyan összemelegedés is legyen. Ismerjétek meg egymást, láttam, hogy aránylag mindenki lejattott, mindenki. És ezt nem lehet részmunkaidőbe csinálni, hogyha éppen van 5 percen leszogok egy kicsit. Ez bízze rám, Doki. Szóval adjon valamit, ami lehoz minél hamarabb, aztán a többit majd én intézem. 4-en voltunk barátok, toxikomák. Így hívtuk magunkat, mert ez olyan sok mindent jelent. Jelenti a komaságot, az összetartozást, semmiképpen nem a kómát. Most azért már nagyon sokan úgy mondják a filmcímét, hogy toxikóma, nem. Bocs, Doki, beszélhetnénk egy percet? De ha sikerül, nem mész vissza, mert tudod, hogy ott szakadék van. Amikor elkezdtünk gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne a toxikómát filmvászonra vinni, akkor a filmalap segítségével, a filmalap fejlesztőinek a segítségével az a két forgatókönyvírónk kezdett el együtt dolgozni a mi közös csapatunk bevonásával, akik megírták ezt a könyvet, Gergely Dorka és Bárány Márton. A Győző visszaúpan a panopéra, kézbe veszi a kis kártyáját, még nehezen veszi a levegőt. És itt is ül velünk. Dr. Csernus Imre. És már itt is ül velünk, Dr. Csernus Imre, pszichiáter, akiről 2 dolgot kell tudni. Megtalálni ezeket a színészeket nehéz volt. Nagyon a színészekre alapuló film. Áron volt nekem kifejezetten az, aki nagyon tudta hozni Győző szerepét. Csernusra ugyanúgy bajba voltunk. Arról nagyon az elején letettem, hogy hasonlítsanak ezek a szereplők az eredetikre. De végül is találtunk egy olyan Csernus Imrét Bányai Kelemen barna személyébe, aki még hasonlít is egy kicsit Csernusra, és hát egy fantasztikus színész
merem mondani, hogy fedeztünk föl. Én bevállalom a hibáimat. Kérdés az, hogy maga bevállalja-e. Kamu. A Barna meg az Áron már ott a casting szobában is azokat a jeleneteket úgy tudta előadni, hogy már én ott éreztem, hogy föláll a szőr a hátamon. Te mit képzelsz magadról, hogy te vagy az Isten? Nem. Magának viszont doktor úr vagyok. Természetesen néztem Csernust, persze. Annyira jellegzetes karakter. Nem ismert ő kegyelmet, vagy nem lehetett vele játszani. Küzdeni. Én voltam a Falka vezér. És hogyha nem az történik, ami Falka vezér szeretne, az illető ember megy az osztályról. Küzdeni. Mindenre volt egy nagyon jó mondat. Nézze, Győző, csak nem lehet részmunkaidőbe csinálni, hogyha éppen van 5 percem, leszokok egy kicsit. Minden helyzetből győztesként jött ki. Amellett, hogy mentálisan készülsz egy ilyen szerepre, kitalálod azt, hogy egy Győző például annál az asztalán, ha volt az olvasó próba, megmutatja, hogy hogyan kell valóban belőni magad. Milyen tempóban nyomtad be? Ugye itt van, megkeresed, ez betolod. Igen. Ezzel húzza, nézd így, akár hogyha feszít, az se baj, nézd meg így egész hátra. Bejött, addig kereső, hogy nem jött vissza a vér. Aha. És utána a tempó az ez. Negyedik dokumentumfilmemnél tartok, amit most nézek meg a heroinistákkal kapcsolatban. Egy színésznek iszonyú hasznos, mert látod azt, hogy mit történik az arccal, mit történik a testtel. Már a Csernussal megbeszéltük ezt a dolgot, barátok lettünk. És ez nagyon-nagyon megnehezítette a dolgot. Durván rosszabb volt az egész terápia így. Nem illeszek, ki a végén feladja, nem én megyek, nem én megyek. A Győzőnek volt egy zenekara. Az volt az alapterv, hogy megjelenítjük nem is ezt a zenekart, hanem inkább azt a fajta vadságot, ami benne van a Győzőben. Rutka Robert írt hozzá egy szerintem eszeveszett jó számot. Ez a Nem én leszek című szám. Iszonyatosan vagány szövege van, nagyon zúzós, mert ugye a főcím és én fogom énekelni ezt a számot. Rizikós volt, mert kénytelenek voltunk egyeztetési problémák, meg helyszín problémák miatt belecsapni a lecsóba. Ha nem ezzel kezdtünk volna, akkor nem lett volna értelme, az egész, de tényleg így olyan volt, hogy fogtuk, és egy olyan felütést adtunk a filmnek, az egész tábnak, azt mondtuk, hogy na, ez a hőfok. És ezt kell megütni minden nap. Nagyon komoly technikai háttere volt ennek a dolognak, egy olyan vizuális látványt akartunk létrehozni, amit az elején komputer animációval, komputer grafikával gondoltam megoldani, de aztán segítségünkre sietett a technikai csapat, és megegyeztünk, hogy oké, próbáljuk ezt megoldani, ezt a vizuális őrületet valóban igazi felvétellel. A perendezés lenyűgöző munkát végzett ebben a filmben. Amellett fölépítettek egy díszlet budit, amellett fölépítettek egy másik helyet, amin a csempék külön sínben voltak mindkét oldalról. Amiben felrajzoltuk beszámozva a csempét, és hogyha valaki felragasztott egy matricát és visszatépte, akkor 2 perccel később ugyanoda kellett felragasztani és ugyanúgy visszatépni, az izgi volt. Talán technikailag az volt a legbonyolultabb díszlet rögtön az elején. Különböző méretű csigákat esztergáltak, és ahogy más tempóban mozogjanak a csempék. Amikor körbenézek, akkor ez nem csak CGI lesz a filmben, hanem itt valóban elindult sinenként 30-30 csempe így, ellentétesen mozogva. Tessék! Nagyon-nagyon boldogan zártam az első napot, de végül nagyon megérte, hogy meg tudtuk reálba csinálni, és nem kellett belenyúlni. Szerintem sokkal látványosabb így a dolog. A
Párnok Ivánék csináltak egy műkart valóban. Elmentem az Ivánékhoz, itt ráraktuk még gumit, elszorítottuk a karomat, megnéztük, hogy hol vannak azok az erek, amelyek kidagadnak, és az a készítése során, a prosztetiknek a készítése során még megcsinálták ezt a műkart. A műkar ide volt rögzítve, és nekem ugye el kellett dugnom így a karomat. Jó, tehát kb. Itt akkor. Jó. Ebbe az erembe Ivánék futtattak egy csövet, amit kifutattak a másik oldalon, de ezt ugye nem látod, csak azt látod, hogy egy ér van benne, amiben bele lehetett szúrni valóban egy tűt. Jó, hát akkor még egyet csinálunk. Vissza lehetett szívni a vért, ugyanis ebben a csőben valódi vér fut. Olyan volt, mint a fantom kar, érted? Tehát olyan volt, az enyém lenne, de nem éreztem fájdalmat, vagy nem éreztem rajta se, de döbbenetes élmény volt. Ugyanis a karon a szőr, az anyajegyek, az ér, minden egy az egybe az volt, ami. Ennyi. Ez állat volt. Oda is csöppelünk bele a filmben a győző mélypontjára, amikor már ugye intenzíven évek óta használja a cuccot, a heroint, a herkát, a barnát, a nyalókát, a nyalcsit, hogy ezeket meg kellett tanulni. Az már egy brutális mélypont. Egyszer csak meglátjuk azt, hogy milyen viszonyban van a családjával, de ez már mind a mélypontnak a pillanata. És meglátjuk, hogy milyen viszonyban van a szakmájával. A forgatás igazából akkor kezdődik, amikor megérkezel a smink és a hajbuszba. Ugye Sárika te volt a fodrász, és Heide Hildegard volt a sminkmester. Rendszerint úgy volt a metódus, hogy én egy másfél-két órával előbb érkeztem, ők megcsinálták, Kata megcsinálta a hajamat, akkor már kezdett képbe kerülni a figura, hogy ez nagyjából mi történik, majd átültem a Hildéhez, és nem csak a karomat csinálta meg, hanem igazából ő festette meg Győzőt. Aki ennek a filmnek a fő legprofibb maszkmester és sminkese, a Hilde, ő volt a Katona és a József Színháznak annó a sminkese. Várj! Várj! Az a jelenet, és hát itt borult nálam ki a Billy, amikor segítőleg lesminkel, illetve hogy eltünteti a szúrásnyomokat, és ott a Hilde is, és akkor így azt mondta, hogy Győző, ezt ezt én csináltam neked, azt tudod? És mondom, persze, hogy tudom. Hát az a lány, aki anno egy korrektorral, illetve lesminkelt a szúrásnyomokat, az a 20 évvel később ennek a mozinak a sminkese, az valami egészen abszurd és extrém. Itt volt, amikor így jesszusom, hogy olyan csúszik össze két dimenzió. Ezeket a 88. A Győzővel való találkozásnál mi szerettük volna, ha mesél arról a lakásról, amiben ők akkor laktak, hogy az hogy nézett ki. És mivel ő előtte grafikus dolgokat is csinált, felajánlotta, hogy ezeket használhatjuk, és elég sok olyan plakát, meg grafika került be abba a lakásba, ami akkor tájt az ő kezéből került elő. Tudta, hogy én grafikus voltam, vagy kint végeztem. Ha már a saját lakásomban vagyunk, akkor azokat feltetnénk a falra, tehát akkor ez teljesen autentikus. Elkezdtem keresni, és meg is találtam a zenekar plakátokat, amiket én terveztem, bekerült egy csomó minden, amiket hoztam. Ugye az a alcím, hogy rámerre lépni egy alvó tigris farkára. Itt tudtam, hogy jelenjen meg ez a motivum. Terveztem egy munkát, amin egy nagy tigris volt látható. És a tigris is fölkerül a falra, de még nagyon sok apró helyen megjelenik. De nem, tolakodóan, ha valaki észrevesz, de van, aki nem akar, nem. Nagy ölelés! Judit! Hagyjál, mondtam, hogy ne gyere! Amikor megfogod, ki kell kapnod a kezel, és hagyjál, az árva legyen. Jó. Nem lesz többet ilyen. Miért ne lenne? Összeszedem magam. Nem akarok folyton azon rettegni, hogy mikor történik valami tragédia. Akármennyire szomorú jelenetek is, de nagyon jó volt csinálni. Judit a filmben én azt gondolom, hogy egy biztos társa, és nem hagyja őt ott a bajban. Csinál vele olyanokat a Győző, amire sok nő azt mondaná, hogy na hello, itt a vége. És ő szerintem nagyon szereti őt, és nagyon akarja, hogy ez működjön, hiszen ott van a kislányuk, aki ráadásul rajong az apukájáért. Győzőt nagyon kevesen ismerik igazán. Nagyon odafigyelő, egy hihetetlenül büszke apát látni nap mint nap. Good night, I love you. Nagy puszi. Voltak olyan jelenetek, olyan mozzanatok, olyan mondatok, olyan
kvázi mantrák, amit én a Borinak, mikor lefeküdtünk, a lányomnak mindig mondtam. És mondtam a Gábornak, hogy ez akkor jó, hogyha ez tényleg úgy hangzik el, ahogy hangzik. Lehet, hogy csak én tudom, de ez nagyon fontos. Halló, itt vagyok. Győző beszámolói alapján képzeltem el azt, hogy ez micsoda csata, és egyébként, hogy micsoda felelősség azt mondani, hogy kitartok melletted, és tudom a kamuidat, és akkor is kitartok. Mindez az esemény az Opniba játszódott, ugye a Hűvösvölgyi úti intézetbe, ami sajnos olyan romos állapotban van, hogy nem tudtuk megkapni, mert életveszélyessé van nyilvánítva, de találtunk egy olyan elhagyatott kórházat, ami aztán olyan izgalmas textúráját adott a filmnek, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Meg kell említeni a díszlet tervezőket, Verebes Zolit és Szurdi Jucit, akik barom izgalmas hátteret kreáltak nekünk a jelenetekhez. Aki 20-30 éves, az emlékszik még, hogy 2000-ben mi volt, illetve mi nem volt, mert ebben a filmben inkább az a nehézség, hogy ki kellett szednünk egy csomó dolgot a korból, mert nem voltak laptopok, nem voltak ilyen telefonok, tehát azt kellett végig gondolni egyszer, hogy tudjuk megteremteni annak az érzetét, hogy 2000-ben vagyunk. Győzővel is beszéltünk, és lerajzolta nagyjából a helyrajzát annak, hogy helyezkedtek el a folyosókor, termek, beszéltünk a Csernussal. De a gyógyszerrendelések nem várhatnak tovább. Tegyed csak le. Ebben az épületben talán ez volt inkább a nehéz, hogy ez nem így nézett ki, ez egy ilyen romhalmaz volt, amit valahogy föl kellett hoznunk úgy, hogy azért mégse egy felújított kórház érzete legyen, hanem valami, ami ugyanolyan leszedált, mint 20 éve. A két iroda pont az épület két elalakú sarkában van, két ilyen különböző pólus, ugye az igazgató egy letisztultabb. Most itt van a pszichiátrián, arra van az igazgatóiroda, és ugye látatok mögött ott elnéztek, arra van Évike takarít, arra van a Csernus irodája, és most be fogunk menni a mi kórtermünkbe. Volt egy kis szünet a forgatáson, én nagyon fáradt voltam, és éreztem, hogy le kell feküdnöm. Bejöttem ide, életemben nem jártam még itt. Bejöttem, és lefeküdtem erre az ágyra. Fél óra múlva följöttünk, és azt mondja, Gábor, akkor ez a te ágyad. Képzeld el, ösztönösen ráfeküdtem arra az ágyra, amelyiket a Gábor kigondolt nekem. Tök érdekes. Fiók. Hát most értitek. Valami Amerika forgatókönyv 2000. És ennek a sztoria az, képzeljétek el, hogy ez egy valódi gyűjtőtől van, ez egy valódi forgatókönyv. Rögtön megy ez a kutya-macska harc, hogy ki az erősebb. Rögtön megy a körbeszaglászás, a pasik, az egók ütközése, rögtön kiderül szerintem az első találkozásnál, hogy mondjuk a győző, mint egy szimatoló vad, hogy próbál bevenni egy másik nagyon erős egyéniséget, egy másik egót. Csatlakozott hozzánk Győző. Minden napnak megvolt a megfelelő ritmusa. Akkoriban kb. 20 betegen volt, tehát ebből a szempontból a Győző nem volt se több, se kevesebb, mint az összes többi. És fogalma sincs, hogy ezekkel milyen károkat okozott. Mindig, mikor visszagondolok, akkor egy ilyen csoportterápiás nap jut eszembe. Heten, vagy még annál többen is voltunk. És egyszerűen csak belekerültünk ebbe a forgatagba, ahol egymást néztük, és egymásra figyeltünk, és baki nélkül szinte tökéletesen megcsináltuk a jelenetet. Az érzés, hogy nem játszunk, hanem ott voltunk, és megtörtént ez a dolog, ez csodálatos volt. Annyi kéne, hogy ide jössz, neked igyekezz befejezni. Befejezni, és már jönni kell. Csoportterápiák általában ilyenkor körbeülnek az emberek, és akkor jó idő volt. Csak mondtam, hogy nem üljünk már itt, menjünk ki a kertbe. Nagyon intenzív csoportok voltak. Barnával eljártunk pingpongozni. De ő szerintem kicsit jobban játszik, mint én. Utána persze jöttek a velem való foglalkozások, amelyek már kevésbé voltak kellemesek. Meg ez az ominózus pingpong meccs. Olyan az élet, hogy még vezetett is. De annyira görcsös volt, kiegyenlítettem és megnyertem. Én ehhez a jelenethez ragaszkodtam például, hogy a pingpong legyen bennem. A pingpongozás már nem megy olyan jól, de az Imre mindig is jobban pingpongozott. Én
Elképesztő munkát végeztek a berendezők. Szinte olyan volt, mintha tényleg egy kórházban lennénk, tényleg egy irodában lennénk. Abszolút segített a játékban. Mondjuk forgatás előtt volt egy fél órám, egy órám, akkor biztos bementem egy kicsit, és körbenéztem, hogy mondjuk az üzenőfalon milyen üzenetek vannak, kinek a képeit tették ki. Azzal a lendülettel, hogy ezeket a nővérek szokták csinálni, szóval nem nagyon gatyáznak. Persze. Az Éva ugye, aki a főnővér itt a kórházban, a Csernus alatt, hát róla azt kell tudni, hogy ő azért egy elég kemény múltja van. Csernus és Éva között van egy alapvető szimpátia. Éva? Ami több a szakmai bizalomnál. Egy elég komoly dráma van az Éva körül. Egy idő után csináltunk egy ilyen kis Facebook csoportot hárman, a Barna, az Áron meg én, és így egymásnak küldözgettünk zenéket, így amikor tudtuk, hogy milyen következő napon milyen jelenet következik, és akkor ilyen kis ráhangolódó zenéket, vagy valamit azzal kapcsolatosan, és ezzel nagyon jól elszórakoztunk. Bár tudnám, mennyit ér egy új esély, ha félnék, magamhoz húznak. Gábor azt kérte, hogy álljak fel egy kőre, hogy belövés után érezzem, hogy akkor minden baj elmúlt, és hogy eldobom a tűt, ugye megbotlik a győző, és beleesik arccal a Dunába. Nagyon-nagyon sokan voltak ki. Ne sérüljön meg senki, búvárok. Rengeteg dolog történt körbe-körbe, viszont ott valóban azt kell játszani, hogy na most akkor tényleg, most egyedül van. Ott simul ki a sírás, és megjön a végén a mosoly. Valaki elesik. Ezek nagyon nehezen megoldhatóak. Nagyon természetesen kell ezeket csinálni, és a kaszkadőr szakértő az azért van, hogy a színészt megtanítsa, hogy hogyan kell hitelesen elesni. Arcod állíts be, és aztán is be nyugodtan indul, most jó. Pont úgy kellett beleesni a vízbe, hogy ugye az egyik szeme az már a víz alá kerül, tehát hogy pont az arca közepén kellett a víz felszínének elvágnia. Az, hogy ezt miért, ezt megint nem spoilerezem, mert ez a filmben fontos. Az volt, hogy kitabogatták a vizet, ez a Duna, és akkor egy ásóval megnézték, hogy mi merre van, hol lehet kő, ahova oda fogok esni. Igazából nagyon nem volt mindegy, mert arccal kellett beleesni egy olyan helyre egyébként, ahova nem fogod tudni, hogy mit hord oda a víz. Kiemeltek egy ilyen tenyérnyi szilánkot, ilyen üveg szilánkot, de ilyet érted, ahogy a hordalék hordta oda a kiásott cuccokba, az újabb cuccokat, és ahogy egyre mélyebbre ástunk, egyre brutálisabb dzsuvai jött föl, pont mint a győző lelke, tehát az egész tényleg olyan volt, mint ott lettünk volna a győző lelkében. Egy ilyen megtisztulás pillanat igazából, ahogy egyszer csak így olyan, ugye a fél fejem esik bele a Dunába, ami azért érdekes, mert kicsit szimbolizálja azt is, hogy az, ami történt velem, az benne van a Dunában, és az, ami lehetek, az meg kint van szárazon. Ilyen jelenet mindig izgalmas, akárhogy is profi kaszkadőrökkel csinálja az ember, azért ott van egy izgalom, ott áll a mentő, és ez egy elég komoly elesés, nagy sebességgel, 70-80-nal jött a motor, és úgy kellett egy motorral elesni. Ilyenkor több kamerával is dolgozunk, pont emiatt, hogy több szögből is meglegyen. És az elsőnél is már annyira látványosan és jól sikerült a felvétel, úgyhogy nem is kínosztuk tovább a kaszkadőrt. Szatmár Péterrel már nagyon régóta együtt dolgozom, vele csináltam a Kincsemet is. Péter beszáll gyakorlatilag az előkészítés folyamatába, tehát már együtt keressük a helyszíneket. Ott alakul ki egy olyan vizuális elképzelés, amiben ott aztán közösen megegyezünk. Gyöngyösi Máté volt a kaszkadőr, aki ezt végrehajtotta, ő Udvaros Dorottya fia egyébként, és nagyon vagány srácról beszélünk. És az a durva ebben a szituációban, hogy ahhoz, hogy jól sikerüljön az elesés, ilyenkor levizezik a betont. Tehát nem csak az van, hogy száraz betonon esik el valaki a motorral, hanem rendesen levizezik a betont, hogy jobban csúszson. Na most ő 70 km/h ment, amikor elesett egy levizezett betonon, ahol egyébként rengeteg ilyen lámpa, oszlop volt. És az első elesésénél ráadásul ide volt rögzítve egy kamera. Tehát az egész olyan volt, hogy Máté, őrült vagy.
és aztán utána megcsinálta még egyszer az elesést, tehát kétszer esett el igazából egy motorral, életveszélyes volt. Mindenki visszafojtott levegővel nézte ezt a pillanatot, és amikor sikerült, mindig megtapsoltuk. Kimentem a forgatásra, hogy ezt sosem, mint 300 ember ezen dolgozik. Hogy azt éreztem a stábon kint, amikor kint voltam, minden emberem, aki csak tartja a lámpát, a kellékestől a berendezék, hogy ez tetszik neki, hogy ezt szereti csinálni. És én nagyon sok filmet forgatom, de hogy ennyire azt érezzem, hogy ez nem egy gyár, hanem szívügy mindenki részéről. Szeretnénk azokat az embereket megszólítani, akiknek a környezetében van valaki, aki akár lehet velük egykorú, aki egy barát, aki egy szerelem, aki éppen nagyon-nagyon küzd az ellen. Szeretnénk megszólítani azokat a fiatalokat, akik kacirkodnak a gondolattól, hogy kipróbálják ezeket a dolgokat, és jó szembesíteni őket azzal a hatással, hogyha elszaladaló, akkor mi is lehet egy-egy ilyen szernek a használata során, vagy hatásaképpen. Az a jó, hogy nem én voltam ott, tehát tudom egy picit kívülről nézni a történetet. Nem kell a filmben aggódnunk a főhősért, hogy meghal-e a végén, mert ott ült mellettünk. Tehát tudtuk, hogy végül is happy end lesz a film vége. Nagyon realisztikus volt, és nagyon tetszett, szuperek voltak a színészek, nagyon jók voltak a karakterek. És hát anyaként az ember szerintem mindig arra gondol ilyenkor, hogy a sajátjait ettől hogy óvja meg. Nagyon-nagyon-nagyon jól fogadták, tényleg minden elképzelésem ezt felülmúlta, és most nagyon megnyugodtan, nagyon örülök neki, és nagyon bízom benne, hogy jó hírét viszek a filmnek, és hogy a moziba sokan fogják megnézni.